szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt a figyelmével, és a vihar, a rossz idő és a délutáni előadás időpontja ellenére mégis csak itt van, és kíváncsi az előadásunk lesz. Köszönjük szépen mindannyiójuknak. Horváth Évának hívnak, az ANK gimnáziumban dolgozom, és ennek a színjátszókörnek én vagyok a vezetője. Azt a nevet adtuk a csoportunknak, hogy Anakreon csoport, és az előadásunknak pedig azt a címet, hogy Csalamédia. Ez az előadás Garaci László, mai magyar szerző művéből készült, az eredeti darab a Plazma címet viseli. Ezt a darabot, mikor megtaláltuk év elején, akkor igencsak ráharapott a friss kezdő csoportom, mert hogy nagyon megtetszett nekik a darabnak a mai nyelvezete. És ez a mai nyelvezet, ez lehet, hogy önök számára, akik nem szoktak ilyesmihez hozzá színpadon, kicsit furcsának tűnik, vagy netán merésznek és durvának tűnik. Mi ezen a szinten tudjuk ezt a darabot vállalni, illetve a nyelvezetét, mert mi bizony finomítottunk Garacinak a darabján, illetve a stílusán is, amellett, hogy természetesen nem az egész történetet játsszuk, hanem annak egy még így is rövidített változatát. Körülbelül 60 perces az előadásunk. És másodjára játszunk, 3 héttel ezelőtt volt a bemutatója. A darab címe jelzi, hogy a média világáról szól a történetünk, ami nagyon belefolyik fülünkbe, szemünkbe, és sokszor nincs erőnk kikapcsolni, de hogy mi van-e mögött, a világ mögött, és miből készülnek a műsorok, amiket kénytelenek vagyunk időnként hallgatni, valahol erről is szól a darabunk. Köszönöm szépen a figyelmüket, jó szórakozást kívánok! Mit csináltam? Félhomályos ablakmérésekben filozófusra gondoltam.
Kolostás városi gerőben. Még valami? Beleestél egy csajba, és a bánakon sírtál forró szerelmi bánat könnyeket. Ne. Nem tudom, Fabian, a kicsit megkapargatnád, de szíved még mi mindig ugyanaz vagy. Csak szégyellem. Na jó, most már le lehet rólam szállni. És ne feledkezzünk meg Rubiról sem, mert most is itt van velünk a stúdióban Rubi barátunk. Összkomfortos akváriumával van úszor levetetéssel és varró csapkodással jelzi jókedvét. Így inspirál minket ezen a nevezetes napon, minél vékonyabb és kubickolósabb műsor elkészítéséhez itt a város legtrendibb rádiójában. És rögtön jó hírrel szolgálhatunk, meg egy, nem, két kedves hallgatunk, két kis Dodi és... Kolbász! Igen, Dodi és Kolbász, két végig kedves hallgatunk, ma újra a Mohegyse, mint szolgálatába szegődik. Április 1-én tréfákat fognak végrehajtani a városban. Most SMS-eztek, hajrá, rövidesen belevágunk és most zene. Minden bele kedves hallgatóink, várjuk tehát a pillanatoteket,
hogy mit is hajtson végre a mi kis mókusőrsünk így április elején, valamint megajándékozhatnak minket húsvéti viccekkel és hasonló versekkel, hisz tudjuk, hogy közeleg a húsvét. Újabb hír a Szabadsághídról. Öngyilkos barátunk jelezte, hogy elszámol 100 igazdát. Zsupsz. Hogy érezzétek, hogy spiccen vagytok, hogy a történések origójába hatolunk, ahol az élet folyton tehetül. Kapcsoljuk helyszínt, mint tudósítókat. Háló? Háló. Üdvözlöm a Tutti Rádió kedves hallgatóit. Fölöttünk a szürkefeltők, haladtunk a Duna ezüstcsíkja. Haladunk a célunk felé. Ez a rakodunk hangja, remélem jól hallanák. Majd látom is a Szabadsághídat és rajta a... Várj! A vonatban, az egyenes adásban nem fogják elhívni kedves hallgatóim. Maga az öngyilkos jelölt úr, aki a hitteteiről hívta magára fel a közfigyelmet, média hisztériát és közlekedési dugót ki. Várta. Halló, igen, én vagyok. Kedves öngyilkos úr, azt szeretném megkérdezni, hogy milyen indítatásról vezették életet kockáztatásával? Halló, ott van mi? Halló, igen, értem a kérdést, és szeretnék elhozni egy félreértést. Nem önkivégzési szándékkal jöttem ide, és nem is feltűnősködés vége. Aki ismer, az tudja, hogy nem ilyen vagyok. De nem nézhetem tovább tételül a médiahatóságok állványkodását, aminek következtében világméretű szuperrádiók, mint a Tupi Rádió, annyi részesül egy támogatásban. A szőrösszívű kurátorok jól voltával évek volna, vékony sugárban csörgedező forintoskák voltak önmagukat fenntartaniuk. Ezért másztam ide fel, hogy világá küldölhessem ezt az égbe kiáltó igazságtalanságot. Felhoztam ide ezt a transzparenst is, hogy világá küldölhessem, és Háló? Úgy hallom, megszakadt, de a vonalban van hídon tartózkodó helyszíni tudósítónk. Mondd, Géza, látsz valami transzparenst odakkal? Igen, látok. Nézzel már, tuti a te madzagjára. Milyen szellemes, több mézet a tuti a te madzagjára. Dörgő tasúja fogadja a feliratot. A hídon összegyűlt meg éjjelezni kell. És közben meg csönd a telefon. Tessék! Sziasztok, van egy ötletem. Hogy hívnak? Matyi, hallgatunk, kedves Matyi. Áprilisi tréfa. Barátomnak tegnap született gyereke. Gondoltam, hogy mi lenne, hogyha fölhívnátok, hogy elcserélték. Vágott a gyereket, hogy ez nem az övé, amit elhittek, és hát menjnek be, cseréljék be az igazira. Hát ez... Kitűnődve csak... Így jár, aki április elsőjé viszi haza a gyerekét. Nekem tetszik. Kicsit merednek. Jó srác érti a képet. Frankon? Ja. Megadod a szemet? Zene hírek, aztán jövünk vissza. Jó napot kívánok! Richter Szabolcsát szeretnék beszélni. Halló, én vagyok. Én doktor Keve vagyok a Bakács téli kórházból. Ha jól tudom, kedves felesége tegnap előtt szült. Igen. Először is szeretnék gratulálni. Köszönjük. Gondolom, tegnap vitték haza a kis... hogy is hívják? Franciska. Szép négy. Jól választottak. Mindegyszer szeretnék gratulálni. Köszönjük. Nos, de hát nem csak ezért hívom, hanem azért is, hogy... Közöljen önökkel, hogy történt egy iszili-picili kis malum. Micsoda? Nos, a dolgok mostani állása szerint az a gyanú, hogy hát így a gyermeküket így elizélték. Tessék! Most nem kell megjelenni, azt történt, hogy véletlenül, de tényleg teljesen véletlenül, nos, valaki másnak a gyermekét vitték haza. Szóval, hogy azok maguknál nem a kis Franciska, hanem a... de mindegy is. De ő valójában Gizike, tehát nem Franciska, hanem Gizike. Nem nagy különbség, de nem kizárható, hogy... Mit beszél? Horszem került a gépezetbe. Adminisztrációs hiba. Elcserélték a kartonokat. És akkor így... Kivel beszélek? Nos, én dobtam.
még mindig itt van a szülészeten, és az, akit a saját csukjét hazavitte, most az a terüke. Nem is, Gizike. Szóval nem a magunk gyereke. És szeretném felhívni, megkérni inkább arra önöket, hogy diszkréten kezeljük ezt a mindkettőnknek kellemetlen szituációt, és hát arra szeretném megkérni önöket, hogy behozzák a gyermeket, mondanak a portán egy ilyen jelszóféleséget, majd a portás felkíséri önöket az irodámba, és ott lebonyolítjuk a transzakciót, jó? Tehát akkor mondanak egy jelszóféleséget a portán, jelszó pedig legyen az, hogy, igen, meghoztuk a rúgyantát, jó? Ezt kéne mondani, meghoztuk a rúgyantát, jó? Tehát várom önöket, viszonthallásra! Halló, halló! Bevallhatod a legszörnyűbb bűnt, amit valaha elkövettél. Vagy például...
sátra strandod? Mi van? Sem. Hagyd. Felejtsd el. Disznó elé fogom a gyöngyéket. Hét, figyelj csak! Na? Figyeljél, neked meg szarjon vért a szemed! Véged van, érted? Véged! Rajtad az ítélet betűje! Halott vagy! Oh my god! Halott vagy! Jaj, ne már! Még egy jövő. Inkább zenét. Na? Mi vár engem otthon? Mit is tud ez a plazma izé? Ez hogy mit tud? Képzeld csak el. LCD-s inkképernyő. DNA-jegyép technológia. HDTV, DVD és PC kompatibilitás. A hang pedig természetesen digitális Dolby. Mindent tud, érted? Minden! Rájöttem valamire, kedves hallgatóim, hogy ki is valójában DJ Fabian, ami Fabian. Megfejtettem személyiségem minden titkát, megtaláltam a kulcsot. Tudod, mi vagy te? Na mi? Konzumrabszolga. A fogyasztási tépoly egydimenziósra butított töredék életű végvénye. Konzumrabszolga. Na, van anyukád, jól van most, nem? De most komolyan, mikor volt, hogy itt valami váratlan csináltál, ami ellentmond az józanésznek, az érdekeidnek? Mikor tettél valami költői, valami felfoghatatlan? Na jó, ide figyelj, nem hiszek egy olyan nőnek, aki még a mikrofonnak is kisnyíteni önmagát. Beszéljünk egyszer őszintén itt a rádió hallgatók széles nyilvánosság előtt. Azt kérdezem tőled, Fábián, aki valaha verseket írt el, mikor olvastál el utoljára egy verset? Jó kérdés. Mikor volt utoljára, hogy könyvbe rágott a szemed egy film közben? Mikor hagytad, hogy megházd egy lányi zákorban? Mikor nézted meg a vörösen izzó naplementét? Mikor szagoltál meg egy narancsot? Meg kéne szagolnom egy narancsot. Igen, mert úgy döntesz szabadon minden érdek és számítás nélkül. Narancsot kéne szagolnom. Hát te tényleg nem érted, mint pofázol. Thank you.
és pász, nem nagy szám. Összekemült a macsival, tényleg ötöttem. Nem tudom kivenni a fejemből, mert hogy most itt van a gyerek, és miért hogy valami őrültséget csinál. Várj, kezdesz teljesen zavarni. Szóval tavaly, amikor én Párizsban voltam, akkor te meg Matyi, folytat? Igen. Mit igen? Hát, hogy én és a Matyi. A Matyi és te? Együtt voltunk. Mi az, hogy együtt voltunk? Hát, hogy
lehet kihozni. De a rádiós gyerekek erősködnek. Bekerültök a rádiózás történetébe. Csináljátok végig, ne legyetek vinyagép. Vinyagép? Mire én, hogy nem vagyok vinyagép, de könnyű onnan dirigálni. Ki jön a főnök? Két ilyen biztonsági gorillával, de tényleg két ilyen bopasz jövő csapni szekrény. Te szentséges szűzanyám, olyan típusok, hogy ketté húgyoznak, mint egy huert. Szírom a torkom az, akik a föld mentélik alattam. Tudja, nézek. Sákozik, vörösödik egyszerre. Közben az egyik kamasz elállja a kiállat. És ekkor valami villan az utcán. Fény, vagy reflektor, üveg, nem tudom, de ekkor megszállt valami. És akkor a közelebbi gorilla karját vettem a kezem, és utalul, és mutattam az utcára, ahol volt a fény, és mondom neki, hogy Szió TV, Kandi kamera, benne vagytok kész átverésbe, gyertek ki, kim van a stáb. Tévések vagytok? Kérde a főnök. Igen, tévéssel, kim van a Szió TV, gyertek ki. Ekkor szépassan, nem sietősen elindulunk kifelé, az állítólag rejtett kamerákkal mutogatva. Lépünk a küszöbön, Tobira nézek. Most, jogos, mit szedném meg már. Média Mohács Remixben 3-11-91-72, a vonalas, a mobil pedig 0623-55-15-74. Ami a csöngés. Nem vagy te normális. Miért professzor bele a monológunkba? Majdnem végigmondtam egy levegővel. Jól van, nem kell ennyire mérgesnek lenni. Próbáld meg még egyszer, de deckál azt a telefon. Lenyomtam. Nem érdekel a telefonáló. Leragad a szemem. Én már két órát aludtam. Érzem, hogy rámhoz van a sötétség. Fabien? Ilyen profi média személyiség itt nem volt. Hallod, Fabien? Hallod? Ha a fáradtság kőbe lenne, én legyek a nagy. Felkeráznunk a várost, munkusos, nehogy munkanélkül maradjon. Találjunk ki nekik új ötleteket. Előbb engem kéne felelázni. Jó. Akkor ismered ezt a módszert. Edetedebet az otrosztabb magad. Ismételd. Edetedebet az otrosztabb magad. Edetedebet az otrosztabb magad. Vagy ezt, hogy szálsebészre sincs szükségem. Ez könnyen. Szálsebészre sincs szükségem. Szálsebészre sincs szükségem. Ha, egy SMS. Azt mondja, sziasztok, Oti vagyok Dorogról. Egy hónapra foglak titeket. Zenét kérnék, We Radio Gaga, vagy Plazmától a Plazmaret. Köszi, Oti, Dorog. Teljesíteni fogjuk a kéréseteket, de lehet, hogy hazudunk, és nem teljesítünk egyetlen kérést sem. Na, itt van még egy, ez egy nyuszis találós kérdés. Halljuk. Hogy lehet az, hogy ürlékdarabokat találtam a biciklőn, hogy viszitok kaptam? Micsoda? Olvasd el még egyszer. Jó. Csáó, lenne egy kérdésem a húsvital kapcsolatban. Hogy lehet az, hogy ürlékdarabokat találtam a biciklőn, amit a nyuszitól kaptam? Mi csinál a nyuszi? Tojik! Jól van, meg van fogom. Ma egy kicsit bunkóbbak vagyunk, mint kellene. De nem baj, ma ezt is megtehetjük. Humor és Vidor az őstörténet két legendásra alakja. Telefon, tessék! Halló, egy áprilisi tréfával szeretnék beszámolni. Oké, tehát egy áprilisi tréfa, de hogyha nem lesz elég vicces, akkor megkapod a mai napi citromdíjunkat. Én most csontozok ki egy lakás. Mi csinálsz? Azt mondja, épp most csontoz ki egy lakást. Á, szóval értsem úgy, hogy te tulajdonképpen... Senker. Senker, ez az egy betűnő vagy, és... Anyagmozgató. Mondjuk így, anyagmozgató. Anyagmozgató. Őre. Szóval értsem úgy, hogy éppen ott egy idegen lakásban, és... Igen. Fantasztikus, és megtudhatom, hogy milyen anyagokat mozgatsz. A kedvencem egy tévé. Egy tévé, mi? És
nem félsz attól, hogy hazajön a tulaj? Ez a veszély most nem fenyeget. Nem. Miért nem? És egyáltalán miért higgyük el róla, hogy tényleg betörő vagy? Be tudom bizonyítani. Be? Hogyan? Éppen ez a vicc. Az áprilisi tréfa. Halló? Halló? Baszki! Ez az én otthoni szálom! Ez az én tévében bújja le! Vele menjek! Öngyilkosság. Koncentrálok. Elindulok, hep,
Szaltózba repülök, ő is elindul. Elkapom. Azt mondja, késve indultam meg. Hogy késve adta meg a jelet, aztán visszalendül a helyére, és azt mondja most el. Párbaj, ekkor jut eszem, hogy Isten verte párbaj, mindent tudja rég, hát ezért párbajozunk életre halára. Éppen elindul, amikor lent az ajtóban megjelenik Réka a gyerekkel. Megvagytok, őrjöl be! Kiáltja. Hárva nélkül, mintha ott se lenne. Mert? Kérdi. Bújítok. Elindulok, hepp, Szaltózba repülök, ő is elindul. Rábízom az életem. Aztán zuhanyzóban egymás mellett az itt törülközök. Kérdem tőle, a Réka mondta el. Közelebb jön az a kis tréfa a kórházzal. Kérdi. Te műved volt? Nem védekezek. Nem magyarázkodok. Elkom fiam, mindenki nagy előtt. Kiszolgáltatottam, kegyelemre állt azon. Villanykörte pukkanba kék, akkor hagyja abba. Még a kimbárami fi előtt, nem se tud szólalni, csak bámul rám, és akkor végre meglátom. Oda megyek, közelebb hajol, megfoghatom. Kiveszem még a kezéből, aki mintha álmodna. Magamhoz ölelem a lába kívül a melegséget, ölelem, és szinte hallom a nyelvből. Déli hajadban, végállomás. Kérjük, figyelmeztessék utastársaikat, hogy hagyják el a szerelmet. Mondd azt, hogy megvizsgáltam.
köszönet. Nem, látom. Kérdezd meg, hogy ki az? Ugye kicsoda? Nem, ti kezdett el felmenni, aztán föntről telefonált, hogy elszámolszázik is lelődik. Hello? Hello? Kolbesz? Dodi, Dodi! Hol tart? 50 körül. Nem is próbáltam kapcsolatba lépni vele? Nem. Hol vannak az emberi? Emberi. Nincsenek emberi. Akkor hogyan? Olyan? Fölmegyek. Magában vagyok.
történt valami. Mert mikor felnéztem, már nem ugyanaz az ember voltam. Valami recse mögötte. Nyakában fejhallgató. Bámul rá. Még mögötte sebesen álltam. Elővesz egy narancsot. Sárgyögön. Mint a citadella mögött. Kérsz, a felét neked adom. Ismerős hang. Rajtad az ítélet betűje. Halott vagy. Te vagy az! Kicsit brutálisan sikerült ez a beszélgetés. Bocs. Figyelj, én nem maradok rá. Akarod te buszon? Felindul csak a narancsot. Ám elejti. A narancs megugrik egy kövön, kigurul a peremre, utána hajolok, egy bokor oldalra vágódik, sárga villanás a folyó fölött. Na? Lehetetlen az első dolja a tekintet. Jó ételedet. Mi volt a sokban? Azt érni. Sikerült. Tanulni lehetünk egy megtérésnek, mint
Kisé Fábián részéről, aki most a parlamentben, aki most a Gellért hegyen a naplementében gyönyörködik. Aztán meg ilyen realitis sószerű akciókat szerveztünk. Nem volt veszélytelen, de tudtuk, hogy kiálltak értünk, ahogy mi is kiállunk értetek, mert ez a sáv a ti sávotok, a ti rádiótok, a ti műsorotok. És most utolsó számunk következik, ami nem lehet más, mint a Tuti Rádió hallgatóinak